Jó híreket hoztam. Tényleg jó híreket hoztam. Komolyan mondom, hogy jó híreket hoztam. Az evangélium az egy görög szó, háromféleképpen fordítják, azt mondják örömhír, örömüzenet, győzelmi hír. Tehát amikor látod Máté evangélium, Lukács evangélium, örömüzenet az evangélium, testvéreim. Az ókori világban, a görögöknél, mikor a városállamok egymással harcoltak, vagy a görög városállamok harcoltak egy idegen nép ellen, és akkor megvolt a csatatéren, és aki győzött, egy önként jelentkező hazáig futott az ő városába. A maratoni futóverseny ennek emlékére készült, és elmondta az otthoniaknak, a gyermekeknek, az asszonyoknak, az időseknek, a betegeknek, akik félelemmel várták, hogy mi lesz a csatának az eredménye, hiszen nagyon jól tudták, hogy a csatatéren zajló események határozzák meg az ő életüket. És akkor megérkezett ez az önkéntes, megérkezett ez a harcos, és azt mondta, győztünk! És akkor mondták rá a ókori világba, hozta az evangéliumot, hozta az örömüzenetet, hozta a győzelemnek a hírét. Én is ma örömüzenetet hoztam nektek, és a győzelemnek a hírét, hogy volt egy ember, aki föltámadott a halálból. És azért lehetünk ma itt. Amen. Más örömhíreim is vannak. Konkrétumot is hoztam. Frissebb örömhírt is hoztam nektek. Az én örömhírem az, hogy szerelmes az Isten. Akit mi imádunk, akit mi megismertünk, aki teremtette az eget és a földet, az a személy szerelmes. Mindjárt alátámasztom igékkel, mert látom, nem nagyon hisztek benne. Nem volt olyan nagy ámenezés, nem volt olyan nagy igenezés, de majd megtesszük. Úgyhogy kérlek, a címet tedd is ki, mert a szerelemről szeretnék beszélni. Izgalmas témát hoztam nektek, a szerelmet. A szerelemről szeretnék beszélni. És alá fogom igeileg támasztani, hogy van az Istennek szerelme, és hogy szerelmes az Isten. Csak tudjátok, az a baj velünk emberekkel, meg velünk keresztényekkel is, hogy saját magunk érzelmei körül forgunk. Itt vannak az érzelmeid, és akkor ezt csinálod, hogy forogsz körülöttük. Ki sértett meg? Ki bántott meg? Ki nem úgy köszönt vissza, ahogy kellett volna? Ki dobta félre a fejét a Széchenyi utcán? Láttad? Nem is úgy köszönte meg. Csak olyan foghegyről válaszolt. Olyan pökhendi módon viselkedett velem. És hát és tudod, és a saját érzelmeit körül forogsz. Mint valami bolygó hollandi. De testvéreim, én mondok nektek, adok egy sokkal jobb ötletet. Mi lenne, ha körül forgognánk, hogy Istennek mi van a szívébe? Mi van az Isten szívébe? Egy idő után már a keresztényeknek szerintem el kéne jutni arra a szintre, hogy ne a saját érzelmeid körül forogjál, hanem a körül forogjál végre, hogy mit érez az Isten. Kikutatható a Bibliából, hogy mit érez az Isten? Kikutatható a Bibliából, hogy mi van az Istennek a szívébe? Igen. Igen. Igen, kikutatható, benne van a Bibliában. Mondok neked valamit, ha így fogsz élni, és nem a saját érzelmeid körül fogsz forogni, hanem elkezded kutatni az Istennek a szívét. Mit gondol ő? Ha így fogsz élni, és keresni fogod az ő szívének érzését, gondolatát, hogy mi van az ő szívébe, akkor az téged fel fog emelni. Ha a saját érzelmeid körül fogsz forogni, sérelmeik, meg nem bocsájtások, harag, keserűség, fájdalom, mert ezek sajnos, ezek is ott vannak az úton, de ha ezek körül forgunk, azok mindig le fognak húzni, azok mindig gúzsba fognak kötni, azok mindig passzívvá és mozdulatlanná fognak tenni. De ha az Isten szívét keresed, az Istennek az érzelmeit, tudod, mit fog csinálni? Fel fog emelni.
fel fog emelni, kihelyez ebből a földi valóságból, elvisz egy teljesen más valóságba, és te fogsz tudni adni másoknak. Te leszel abba a helyzetbe, az abba a pozícióba, és át fog járni az ő szerelme, át fog járni az ő szeretete. Az első ige, ez az életem egyik kulcsigéje. És kedvenc igéje. Persze tudom, nem szabadna, hogy legyen kedvenc igény, mert minden ige egyforma, és minden ige Isten szájából származott, de a Róma 5-öt az nekem az egyik kedvenc igém. Róma 5-öt, csak hát én nagyon szeretem a romákat, és nagyon sokat szolgáltam közöttük, úgyhogy engedtessék meg ez a kis szójáték. Tehát Róma 5-öt azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által. Ezt annyira szeretem, ezt az igét, hogy megtanultam a romák nyelvén is. Devlesco camimo, sorgilas, ando amaro hilo, cataro o sunto duho. Nyelveken szólunk, meg van írva, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy ezt most elmondtam. Testvéreim, ez egy olyan csodálatos ige, hogy csak ebből az igéből a prédikációt lehetne tartani. Mi mennyi minden benne van ebbe az igébe, de most én csak egyetlen egy aspektusát szeretném mondani, hogy van az Istennek szerelme. Mert ha nem lenne az Istennek szerelme, akkor nem lenne minek kitöltetni a mi szívünkbe a Szent Lélek által. Így van? De mivel van az Istennek szerelme, ezért kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által. Testvéreim, mindenkinek más az élet célja. Mindenki más az, amit el akar érni ebbe a földi létezésbe. De belegondoltatok már abba, hogy mi az, hogy a mi szívünkbe az Istennek a szerelme be tud jönni? Az a szerelem, amivel az Isten személyei egymást szeretik, az a legmagasabb rendű szeretet. Amikor mondja Jézusnak az atya, amikor bemerítkezett, és kijön a vízből, ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Szerelem van köztük, szerelem van az atya és a fiú között, az atya és a Szent Szellem között, a Szent Szellem és Jézus Krisztus között. Az Isten három személye szereti egymást, és felfogtuk már azt, hogy ez a szerelem a mi szívünkbe is képes rá, hogy kiömöljön. És átjárjon, és akarjon menni még tovább, hogy másokat is szeressen ez a szeretet, hogy az isteni szeretet megérintse az embereket. Pusztaság van, mondja Ézsaiás, hogy pusztaság a földek. Ugye pusztaság van most is a nyáron, ugye nem volt víz, és egy kicsi bepillantást nyerhetünk abba. Milyen az, amikor nincs víz, nincs eső? No, ilyen a világ, az emberi szívek a szeretet nélkül. És az Isten úgy döntött, hogy ő ad egy folyóvizet, adja a szeretetnek a vizét, és meg fogja öntözni a pusztaságokat. Tegnap is kint voltunk, Felsőtelekesen odajárunk, Isten tiszteletet tartani és evangelizálni, és arra gondoltam, tudjátok, ezek a Ruda bánya, meg ezek a Múcsony, ezek a régi bányavidékek, hogy tényleg mióta a bányákat bezárták, már az sincs, és azon csodálkozom, hogy miből élnek ott az emberek. És azt mondja az ige, hogy a pusztában utat szerzek, a kietlenben folyóvizeket, dicsőíteni fog engem a mező vada, és minden ember is. Az Isten szerelme ki akar áradni a szívünkből, és meg akarja érinteni a többi embereket is. Amen. Na de hát azt mondod, hogy csak az új szövetségből mondom az igét, így hát gyorsan mondok egy másik igét is, amivel alátámasztom, hogy van az Istennek szerelme. Sofóniás, 3. rész, 17. versébe. Ne érezd magad kárhoztatva, nem tudod, hogy hol van ez a könyv a Bibliában. Ezért van a tartalomjegyzék, ott meg lehet keresni. Sofóniás könyve, egy ószövetségi próféta. 3. rész, 17. verse. Nagyon egy csodálatos igevers ez is. Az Úr, a te Istened, közötted van. Erős ő, megtart ő, örül te rajtad örömmel. Hallgat az ő szerelmében. Énekléssel örvendez te néked. Testvérem, hagyd kérdezzek valamit most, hogy ti ezt elhiszitek ezt, hogy az Isten ezt most rólatok mondja? Mert róla, hát az izraeliták voltak az Ószövetségben, most meg mi rólunk?
Mert arról beszélünk, hogy mit érez az Isten irántunk. Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart téged, igen, téged. Azt mondja, örül te rajtad örömmel. Nem hiszed el? Én se. De ő mondja, ezért elhiszem, örül te rajtad örömmel. Örül neki, hogy ma eljöttél ide Isten tiszteletre. Hogy ma így döntöttél. Annyi minden tehettél volna. Annyi minden helyre mehettél volna. Csinálhattad volna a pénzt, vagy rendezhetted volna a kis dolgaidat, és mégis arra gondoltál, hogy eljössz ide, és ezért örül te rajtad örömmel a mindenható Isten. Hallgat az ő szerelmében. Figyel rád, hogy mit akarsz mondani. Figyel rád, hallgat téged, hogy mi a te kérésed felé. Én egyszer szerelmes voltam, és mikor hívott az illető, olyan boldog voltam, és hát vártam, hogy majd valami szépet vagy kedveset mondjon. És tudjátok, megtapasztaltam azt, hogy az Istennel is lehet élni egy szerelmes kapcsolatban. És volt úgy sokat, hogy kimentem imádkozni, a határba jártam ki imádkozni, és voltam, nem kezdem az Atyám a Jézus nevében, nem kezdem a bűnbocsánattal, nem kezdem a háladással, csak így megyek kifele, és mondom neki, olyan jó veled járni. Kezdtem az imát, vagy ez volt az ima. Mert annyira közelvalónak éreztem magam. Lehet az Úrral járni? Lehet az Úrral járni? Gyorsan két példát mondjatok nekem az Ószövetségből, Sanyi. Ki volt az, aki az Úrral járt? Énók járt Istennel. És Noé járt Istennel. Tapsoljátok meg Sanyit, mert két lábon járó Biblia ez az ember. Igen, igen, igen. Ő rájuk gondoltam. Lehet, hogy van több is a Bibliában. De Noéról és Énókról megvan írva, hogy Istennel jártak. Testvéreim, van egy csodálatos lehetőség ezen a földön. Lehet Istennel járni. Istennel lehet járni ezen a földön. Hát nem csodálatos? Örvendeztenéked, énekléssel örvendeztenéked az Úr. És egy harmadik igeverset, most már látom, kezditek elhinni, hogy van az Istennek szerelme, így, hogy igeileg alá támasztom. Egy gyors ige még az Ószövetségből, ez is az egyik kedvencem közé tartozik, Ézsaiás 63:9. Ennek is a középső részét szeretném csak mondani. Szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket. Ez egy nagyon olvassuk el, mert csodálatos egy ige, és látom, kikeresitek. Ez egy csodálatos igevers Ézsaiás könyvéből, 63. rész, 9. vers. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és arcának angyala megszabadította őket szerelmében és kegyelmében. Váltotta meg őket. Fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Amen. Minden fájdalmukat átélte. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ez nekem mindig az a dal jut eszembe, az a csodálatos, a Salom Jeruzsálem. Tudjátok, hogy minden fájdalmad ő átélte, így van? Minden fájdalmad ő átélte. Jézus Krisztus minden fájdalmunkat átélte, oda van írva. Minden szenvedésünket, minden fájdalmunkat átélte az Úr. Nincs olyan fájdalom az életedbe. Nincs olyan fájdalom, nincs olyan lelki szenvedés, amit ő ne élt volna át. És már önmagában ez az egy dolog kell, hogy valami hatalmas erőt adjon. Én sajnos nagyon sok fájdalmat és szenvedést éltem át az elmúlt években, de ami átsegített rajta, az mutatta az Úr, és hát, tudjátok, mit mutatott? Ugye hát így a válás kapcsán is. Azt mutatta meg az Úr, hogy neki még jobban fáj, mint nekem. És ő átérte, és tudja, hogy mi ez. És minél nagyobb fájdalmat élsz meg a hívő életedben, annál nagyobb vigasztalást fogsz megélni.
annál jobban megismered a vigasztalót, a Szentlélek Úristent. Mert úgy van kinyilatkoztatva az az ő neve, hogy vigasztaló. Minden fájdalmadat ő átélte. Azt mondja, és arcának angyala megszabadította őket, ez nem tudom mit jelent. És most figyelj, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket. Tehát, amikor elindult a mennyei projekt, hogy megváltsuk az emberiséget, mert volt egy mennyei plenáris ülés a mennyei Sanhedrinben, a mennyei parlamentben volt egy megbeszélés, volt egy tanácskozás, erről többek között Ézsaiás könyvében van szó, de a zsidó levélben is, és annak a plenáris ülésnek a témája az volt, hogy hogyan mentsük meg a bűnbe esett emberiséget. Ez már a bűnbeesés után történt, jelen volt az Atya, a Fiú, a Szentlélek, jelen voltak a főrendű angyalok, és a tanácskozás témája az volt, hogy hogyan lehet a bűnbeesés után megmenteni az embereket, hogy ne a pokolra menjenek el, a pokol tüzére, a gehennára, ami az ördögnek, a sátánnak és az ő démonainak lett elkészítve. Hogy az emberi lélek hogyan lehet az, hogy ne oda jusson. De nem volt sajnos egy épkézláb ötlet, nem volt egy jó javaslat, volt egy jó forgatókönyv, ami alapján meg lehetett volna menteni minket, embereket. És végül felállt a fiú, és csend lett a mennyei parlamentben, és azt mondta, atyám, küldj el engem. Atyám, küldj el engemet. Majd megszületek egy olyan, ugyanolyan húsvér testbe, amilyen nekik van. Majd ugyanazt a földet fogom taposni a lábaimmal. Majd ugyanazt a levegőt fogom venni az orromon. Majd ugyanúgy nyáron izzadni fogok, télen pedig fázni. Át fogom élni, érezni, amit ők éreznek, és kárhoztatni fogom a bűnt a testben. És hogy legyen meg a te akaratod. Ez a mennyei projekt elindult, zsidó levél is beszél erről. Ott hagyta a fiú a mennynek a gazdagságát, és eljött ide közénk. És ami őt motiválta ebben, az a szerelem volt. Szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket. És akkor szeretnék néhány gondolatot mondani magáról a szerelemről. Anyám nagyon kevés dalra tanított meg személyese, de egyre nagyon emlékszem. Még kisgyerekkoromban mindig ezt énekelte. Úgy szólt, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Ez egy nagyon fájdalmas dolog. De és persze ez nem az Isten szerelméről szól, hanem úgy általában egy világi bölcsesség, az emberi szerelmekről. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Erre tanított. De van valaki, aki többet tud a szerelem témájában. És ez a valaki, ez Salamon. Elhiszitek, hogy többet tud a szerelem témájában? Volt 700 felesége, meg 300 ágyasa. Szerintem volt élményanyaga. Szerelem témájába. Tudott valamit a szerelemről, amit mi nem. És az Énekek éneke című könyvben van egy igevers, ami nagyon-nagyon jól elmondja a szerelemnek, szerelemről, valami hatalmas kijelentést tesz. Azt mondja, tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra. Mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény, mint a sír, a buzgó szerelem lángjai, a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Nem tudom, hányan emlékeztek rá, ezt a dalt énekelte az Ágika a gitárral a mennyasszonyi ruhába, a menyegzőmön, a pünkibe. Nem emlékeztek. Már emlékezet sincs a régiekről, jó van.
Mennyasszony, a pünkösdi gyülekezetben volt a 94. december 17-én, és akkor az Ági a gitárt öt mennyasszony ruhába a kezébe, és akkor ezt a dalt énekelte el nekem. Azután másképp fogalmazott, de ez már nem ide tartozik. Tehát itt valami nagyon érdekes dolog van kijelentve, és most szeretnék beszélni arról, hogy a szerelem az Ószövetségben és az Új Szövetségben egy kicsikét más. És engedjétek meg, hogy egy focista hasonlattal éljek, mert a focit azt nagyon szeretem. Nekem ez alapján, az igevers alapján nagyon úgy tűnik, hogy az Ószövetségben a szerelem és a halál döntetlenre állt egymással. Mert azt mondja Salamon, erős a szeretet, mint szerelem, mint a halál, kemény, mint a sír. Tehát ott én ugyanúgy érzem, de szóljatok, ha ti másképp érzitek, mintha egyenlőség jel lenne a kettő között. Mert erős a szerelem, akár a halál, kemény, akár a sír. Döntetlenre állt a szerelem és a halál az Ószövetségben egymással. Döntetlenre állt, ugyanolyan erős volt a halál és a szerelem. Ez volt az első félidő, mert ugye az emberiség létezését két félidőről lehet osztani. Van az Ószövetség, és van az Új Szövetség. Az Ószövetség is több szövetségnek, több emberrel kötött szövetségnek a sorozata, de az az Ó a régi szövetség, és az volt az emberiség történelmének az első félideje, amikor döntetlenre állt a halál és a szerelem. És akkor történt valami félidőben. Az atya behozta az ő csodacsatárát, behozta az ő csodafegyverét a második félidőben azzal, hogy Betlehemben megszületett egy csecsemő. És az ő fia, Jézus Krisztus eldöntötte ezt az óriási meccset. Eldöntötte azzal, hogy ő megszületett egy ugyanolyan húsvértestben, mint ami nekünk van, és egész élete során nem vétkezett, és kárhoztatta a bűnt a testben. És amikor a kivégzése, a mártír halála után levitték az angyalok a pokolba, akkor a halálnak nem volt felette ereje. Mert a halálnak mi az ereje? A bűn. A bűn miatt lehetett az, hogy oda vitte az embereket, az emberi lelkeket a pokolra. De történt valami. Egy fiatal ember úgy élte le a földi életét, hogy nem vétkezett. És hiába vitték az angyalok, hiába vitték az ördögök a pokolra. A halál és a pokol nem tarthatta fogva, hanem ő maga hatalmat vett rajtuk, diadalt vett rajtuk abban, és legyőzte őket. Olyannyira legyőzte, hogy még a ószövetségi szentek, akik ott voltak, ez ilyen börtön várrendszerbe, azoknak lelkeit kihívta onnan, kiszólította onnan, és felvitte a mennybe, az Efézusi levél szerint előtte történtek dolgok, Jeruzsálemben, feltámadása után megjelentek ezek az ószövetségi szentek, tehát kihozta onnan az Úr a lelkeket, a Ószövetségben meghalt lelkeket, a szenteket, a szenteknek a lelkét. Tehát Jézus Krisztus hatalmat vett a halál felett, és az a szerelem, az Istennek az a szerelme, ami által motiválva eljött ide a fiú, az Istennek a szerelme legyőzte a halált. Kaptál már te szerelmes levelet életedben? Komolyan kérdezem. Vagy írtál már szerelmes levelet? Sokat? Tehát vagytok, akik kaptatok és írtatok. Milyen hosszú volt ez a levél? Nagyon hosszú? Hány oldal lehetett? Volt ilyen hosszú, mint ez a könyv? Tudd meg, hogy a világtörténelem leghosszabb szerelmes levelét a mindenható Isten írta nekünk, embereknek. Így szeret bennünket ő. Ilyen hosszú szerelmes levelet írt nekünk
A mindenható Isten szeret. És tudjátok, én azt tapasztaltam, emlékszetek rá, igaz, amikor először megtértetek, megtértünk. Amikor megérintett, amikor megismertük az Istennek a szerelmét, amikor először a szívünkbe jött az ő drága szerelme, emlékeztek arra az eufórikus érzésre? Nem voltunk magunknál, nem a földön jártunk, egy méterrel a föld felett, igaz? Mondják, első szeretet tüze. Emlékeztek erre? Nem nagyon helyeseltek, és nem nagyon emlékeztek, de én úgy emlékszem, hogy akkor mind az egész világot az ember a keblét tudta volna ölelni, és mindenkinek égette az a tűz, hogy elmondja másnak is, hogy szeret téged az Isten, hogy megváltott téged az Isten, hogy nem kell a pokolban menned, hogy van bűnbocsánatod, minden bűnöknek van bocsánata, mert szeret téged az Isten. És ez a lelkesedés, ez a szenvedélyes érzés, ez a tűz égett a szívünkbe. Itt van a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Testvéreim, őszinte vagyok hozzátok. Hogy fogalmazzak valahogy nagyon finoman. Időnként elhagyja ez a tűz, vagy kicsit olyan szelédebb lángon ég az ember szíve, úgy takarékra van véve, nem? Ez a szerelemnek ez a tüze. Hey, én csak, jó, akkor nem tír, akkor csak magamról beszélek. Emlékszem életemnek olyan időszakaira, amikor ebben a szerelemben jártam, amikor átégetett az Isten szerelmének a tüze. És nem mindig, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig. Nem mindig. Volt, amikor alább hagyott. De életemnek a legboldogabb időszakai azok voltak. Kijártam a határban imádkozni, és az imádkozás is, inkább csak beszélgetésnek hívnám. És tudod, olyan csodálatos, hogy, és mondtad az Úrnak, hogy legyen meg a te akaratod. De nem csak úgy szokásból, hogy mindig, hanem egyszer úgy nagyon őszintén elbeszélgettem az Úrral, és mondtam neki, legyen meg a te akaratod. És képzeljétek el, testvérem, hogy azóta olyan dolgok történtek az életemben, mert őszintén és komolyan mondtam. És naponta ilyen meglepetések történtek az életembe. De olyan meglepetések, tudod, csinálom a dolgomat, tovább megyek, amit kell, de közben hoz a Szentlélek olyan dolgokat, érted, hogy lehidalsz, amikor megáll az idő. Volt már veled olyan pillanat az életedben, amikor éj, kész, megállt az idő. Volt már olyan pillanat, amiért azt mondtad, hogy ezért a pillanatért már érdemes volt megszületni és élni. Volt már veled ilyen izgalmas pillanat? Na most mondok nektek egy érdekes dolgot. Ha még emlékeztek, mikor szerelmesek voltatok, vagy voltunk, akkor néha csináltunk meglepetést a szerelmünk céltáblájának. Így van? Emlékeztek rá? Ti csináltatok meglepetést? Mai napig. Halleluja! Testvéreim, mondok egy érdekes dolgot most. A Szentlélek is készített Jézus Krisztusnak ilyen meglepetéseket a földi szolgálata során. Amiről Sanyi beszélt ma, a kananeus asszony, vagy a sirofenicei asszony, azt mondja, ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Ott meglepődött az Úr. Előtte még egy példát mondjatok, aki nem izraelita volt, és akinek hitén az Úr csodálkozott. Köszönöm szépen, a római százados, igen. Tehát ment Jézus szolgálni, imádkozott, be volt töltekezve Szentlélekkel, és volt több eset is? És készített neki a Szentlélek olyan érdekes eseteket, amin ő maga is megdöbbent, meglepődött. Szolgált a Szentlélek Jézus felé a földi szolgálatába. És tudjátok, amikor én ezt tapasztaltam, amikor ebben a szerelmes állapotában voltam, tehát az Istennel volt szerelemben, akkor nekem is készített ilyen kis meglepetéseket az Úr.
Hát nem csodálatos? Testvéreim, azt szeretném mondani, a keresztény élet, az nem egy ilyen ez se szabad, az se szabad, meg amaz se szabad tanrendszer. Nem. Ha valaki keresztényként éli le a föld életét, az a leges, legnagyobb kaland a létezésben. Nincs annál nagyobb kaland, mert felkelsz reggel, és nem tudod, hogy mi fog veled történni. A tanítványok, Jézus tanítványai, csak egy pillanatra gondoljunk bele, pedig azok nagyon vagány csávók voltak, ilyen halászok, meg hát volt, aki piás múltból, meg stb. Szóval nem egy ilyen pipogya ember. És amikor fölkeltek reggel, szerintem Jézus szolgálata során, már mondjuk olyan 2,5 évnél, vagy 3 évnél, és így fölkeltek, mit érezhettek, mire gondolhattak ők? Kinyitották a szemüket. Ma mi fog történni? Ma mit fog az Úr csinálni? Ma a vizet fogja borrá változtatni? Vagy az ördöngőst fogja megszabadítani? Vagy a tengernek fog parancsolni? Vagy halottat fog föltámasztani? Vagy a jeruzsálemi nagy templomba a kereskedőknek a padjait, asztalait fogja szétrugdosni? Vagy mi fog ma történni velem? Hát nem izgalmas. Nem izgalmas élet volt fölkelni a tanítványoknak, és Jézussal járni, és Jézussal menni. Egy izgalmas, kalandos életre hívott el bennünket az Isten. És egy szerelmes kapcsolatra, hogy a szerelemnek a lángjai égessék át a mi szívünket. Amikor pünköskör a Szentlélek leszállt, tüzes nyelvek lángja is ráültek az emberekre, a tanítványokra és a keresztényekre. Amennyire tele vagy Szentlélekkel, annyira vagy tele tűzzel. És tudod, az a baj, nem baj, csak ez egy realitás a keresztény életben, hogy vannak a Prométeuszok, akik ellopják a tüzet. Ellopják a tüzet az életünkből. Neked ki a Prométeuszod? Ki vitte el az első szeretetnek a tüzét, annak az erejét a szívedből? Tudnál neveket mondani? Én is. Hagyjuk. Engedjük, hogy valaki elvigye a tüzet a szívünkből. Vissza kell térni ehhez a szerelemhez. Az első szeretetnek a tüzéhez. Ahogy énekeljük is, igaz? Van egy olyan dicséret is. Hadd égjen bennünk az első szeretet. Hadd égjen bennünk az első szeretet. Amikor egyszerűen lehet, hogy bolondok voltunk Krisztusért. Tényleg egy olyan eufórikus érzésben voltunk. Van a Slamónak egy dala, Unplugged lemezén jelent meg. Nagy szerelem, az erről a témáról szól. És ott van egy olyan verszak benne, egy olyan mondat, hogy mondd el a gyereknek, hogy nincs már félelem. Mondd el, hogy szabad lesz minden. Mondd el, hogy nincs halál. Jézus Krisztus és az ő szerelme legyőzte a halált. Azért mondja, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Legyőzte az Úr. És ezt... higgyétek el, az örökké valóságban ezek már megvannak, azért, mert nem látjuk, pont a zsidó levélben olvastuk házi csoportban most csütörtökön, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, úgymond még nem lett láthatóvá, de attól az már megvan. Idő csak nekünk embereknek van. Ez már rég el van döntve a mennyek országában, az örökké valóságban. El van döntve, hogy a halál a pokolra lesz, a halál és a pokol a gehennára lesz vetve. El van döntve, hogy a názáreti Jézus Krisztus vissza fog jönni az övéért. El van döntve, hogy megalapítja földi királyságát. Ez nem olyan, mint a tipmix,
Hogy vagy bejön, vagy nem, vagy lesz valamilyen köztes, ilyen döntetlen, nem. Ami el van határozva, az már megvan, és meg is lesz. És hogy a Prédikátor könyve mondja, ami most van, az már régóta volt. És ami lesz, az már régen megvan. Miről szól ez az ige? Arról, hogy az igazán fontos dolgok az üdvtörténelembe, azok már megtörténtek az örökké valóságban. Nem vagy meg fognak történni, vagy nem, már megtörténtek. És egyszer az időben is eljutunk oda, és el fog jutni az emberiség oda, arra a helyre. Nincs már félelem. Nincsen már halál. Ha most valakinek ezt ugye elmondjátok, meg én is elmondom, akkor ugye hülyének néz. Kedvem lett volna múlt héten is, mikor ott a vasgyári temetőnél nem tudtam elmenni, és ez sok szegény ember, már elnézést kérek, nem bántani akarok senkit, de hát ott az emberek, már tényleg a normalitásnak a határait súrolva ünnepelték meg a halált. Az ő gyertyagyújtásaikkal, az ő, nem is tudom, hogy imádkoztak a halottaikhoz, meg stb. És úgy kedvem lett volna megállni és kiszállni az autóból, és ordítani egy nagyot, hogy higgyétek már el, hogy nincsen már halál! Hogy le van győzve a halál! Hogy azzal, hogy egy valaki legyőzte és föltámadt, ő az ő bizonyíték, az első zsengély annak, hogy minden emberi lélek föl lesz támasztva. Testvéreim, ahogy ez a nóta is mondja, mondd el a gyereknek, hogy nincs már félelem. Mondd el, hogy nincs halál. Joga van tudnia a fiadnak, joga van tudnia a leányodnak, joga van tudnia a szomszédodnak, joga van tudnia a munkatársadnak, hogy nincsen már halál, le van győzve. Most persze azt mondod, hogy hülye vagyok. Miért mondom azt, hogy nincsen halál? Jézus Krisztus maga megmondta, aki én bennem hisz, ha meghal is, él! Mit jelent ez? Azt az embert már nem temetik el? Azt az embert már annak nem fog elrohadni a teste, vagy éppen nem fogják elhamvasztani? De igen. De ettől sokkal, de sokkal fontosabb részei, a lelke és a szelleme örökké él. És így is, úgy is örökké fog élni a lelked és a szellemed. Ha megtérsz, ha nem. Ha befogadod az Urat a szívedbe, ha nem. Akkor is örök életed van a lelkednek és a szellemednek. A kérdés csupán az, hogy az örökké való életet hol fogod eltölteni? A mennyországban. Vagy az örök kárhozatban, a gyehenna tüzén, amit már említettem, ami nem az embereknek készült, nem az emberi lelkeknek készült, hanem a sátánnak és az ő démonainak készült. És tudjátok, ez a mi kis földi életünk, ez a kis 80 év, vagy akármennyi, ha megnézed az idő hosszú-hosszú síkján egy ilyen gombos tűnek a hegye, annyi, 80 év. 10 000 évekhez, meg 100 000 évekhez, meg millió évekhez, meg milliárd évekhez képest, az örökké valósághoz képest, mi ez a kis tűhegynyi élet? Másodperc, egy szempillantás, azt mondja a Biblia. Egy szempillantás, ennyi. Amíg egy csinos csajra rákocsintasz. Egy szempillantás. Egy szempillantás ez a földi élet. És mégis ez a szempillantásnyi élet határozza meg azt, hogy hol leszünk az örökké valóságban. Az örök életen, vagy az örök kárhozaton. Ezért nagyon fontos a döntés. És most így én elmondtam azt, amit úgy érzem, szerettem volna elmondani a szerelem témakörében. És mivel még maradt egy kis idő, szeretném elmondani a másik kedvenc igémet, a Jelenések 3:20, azt mondja Jézus, ezt már a feltámadott Jézus Krisztus mondja, íme az ajtóed előtt állok és zörgetek. Tehát kopogtatok. Ha valaki hallja, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázok, és ő én velem.
Miről beszél itt az Úr? A mi szívünknek az ajtajáról. Amint csak belül van a kilincs, csak mi tudjuk megnyitni az ajtót. A másik oldal, az ördög és az ő démonjai, na ők nem fognak kopogtatni. A háborúk hírei, a recesszió híre, félelme, az inflációknak a hírei, a betegségek, a covidok, a nem tudom én micsodák, azok nem fognak bekopogtatni a szívedbe, hogy beengeded-e őket vagy nem, hanem ajtóstúl rontanak rád, meg rám. De van egy úriember, aki bekopogtat. Aki ad egy szabad választást, egy szabad akaratot neked, hogy beengeded-e őt az ő a te szívedbe, vagy nem. Én 30-valahány éve járom az Úrnak az útját. Én már tudom, hogy mit jelent Jézussal vacsorázni. És életem legjobb döntése volt, amikor befogadtam az Urat a szívembe. És igazából nem tudok mást mondani. Nincs jobb döntés. Nincs jobb döntés az emberi életben, mint befogadni Jézus Krisztust a szívedbe. És hogy megszülessen az Úr a szívedbe. Lehetne valami halkat játszani, hogy mivel hogy vagytok itt egy páran, akiket még nem láttam és nem ismertem, szeretném mondani nektek, hogy Jézus Krisztus a ti szívetek ajtaján is zörget. Gondoljátok, hogy véletlen vagytok most itt ezen a mai napon? Nem, véletlenek nincsenek. Ma Delta zenekar is megmondta, nincsenek véletlenek. És az sem véletlen, hogy valamilyen úton, módon elkerültél ide a gyülekezetbe. És szeretném mondani, vagy illetve kérdezni, volt-e már egy pillanat, amikor hívtad be a föltámadott Jézus Krisztust a szívedbe? Amikor meggondoltad azt, hogy ez a személy ott hagyta mennek a dicsőségét, és meghalni jött el erre a bolygóra. A gyalázatért jött el erre a bolygóra. A szenvedésért jött el erre a bolygóra. A kínhalálért jött el erre a bolygóra. Érted, jött el erre a bolygóra. Értetek? Megértem, jött el erre a bolygóra. Azért vállalta mindezt. Azért vállalta ezt a projektet, ezt a küldetést, hogy neked is életed legyen, és ne kelljen menni a kárhozatra, és hogy ne tudják a félelmek, a hírek gúzsba kötni a te szívedet, hanem élhess egy boldog életet itt ezen a földön, mert a keresztény élet, Krisztus követése az egy boldog élet. Nem a nemény tana, nem az, hogy ez se szabad, meg az se szabad, meg az se szabad, hanem a legnagyobb kaland, amikor szabad imádkozni emberekért, szabad ruhát osztani, szabad az örökké valóságról beszélni egy másik embernek, amikor szabad vigasztalni valakit, aki szomorúságban van. Mindent szabad. Szabad Isten tiszteletre jönni, szabad adakozni, szabad prédikálni, szabad Isten dicsérni az ő projektjéért, amit véghez vitt. Az én szavaimon keresztül most bekopogott Jézus Krisztus a te szívednek az ajtaján. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt a várandós Mária és József Betlehem utcán járt, de mivel népszámlálás volt, és telelve voltak a házak, otthonok, nem volt hely, és nem engedték be őket a házukba. És ez, hát a terhes Mária, aki ugye viselős volt Jézus Krisztussal, nem fogadták be az emberek a házukba. És egy istállóba kellett, hogy megszülessen e világ megváltója. De tudod, van egy érdekes dolog, hogy valamilyen szinten mindannyian elkerülünk oda Betlehembe 2000 évvel ezelőttre, és valamilyen szinten bekopognak hozzánk. Hát te beengeded-e a szívedbe Jézus Krisztust?
szállást adsz Jézusnak ma a szívedben. Én nagyon erőteljesen úgy érzem, hogy vannak itt olyan emberek, akik még nem fogadták be a szívükbe Jézus Krisztust. Lehet, hogy valamilyen kapcsolatod volt Istennel. Lehet, hogy hittél, vagy szüleid tanítottak valami vallásra, de nem volt élő kapcsolatod Istennel. Én most szeretném mondani, Jézus bekopogtatott a te szíved ajtaján, nyisd meg a te szívedet Jézus előtt. Hidd el, hogy nem véletlen, hogy valamilyen úton, módon elkeveredtél ide, és hallod most ezeket a szavakat. Isten szól én általam, te hozzád. Isten kopogott be a szíved ajtaján. De hívők is, ha azt akarják, hogy még nagyobb jelenléttel jöjjön be az Úr Jézus. Már ne a csecsemő jöjjön be. Már ne a 12 éves jöjjön be, aki tanította orvosokat, hanem a mindenható Isten, akinek adatott a hatalom a mennyen és a földön. Na, ő jöjjön be, és ő vegyen teljes uralmat a szívünkben. Kötelességem elmondani, és most felajánlani azt, tényleg álljunk föl. Kérlek, ha van itt valaki, aki be akarja fogadni a szívébe Jézus Krisztust, aki azt akarja, hogy megkezdődjön Jézus Krisztusnak az élete ő benne, azt kérem, jöjjön ide előre. Ne szégyeljed az Urat. Ne szégyeljed, mi sem szégyeltük, amikor ezt megtettük. És azt mondta Jézus Krisztus, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is meg fogom vallani az én atyám előtt. Fatima megvallotta az Urat azzal, hogy kijött. Ő egy jelzést adott Istennek és Jézus Krisztusnak, hogy szeretné befogadni a szívében. És imádkozni is fogunk, kérlek. De úgy érzem, vannak még emberek. Erőltetni én sem erőltethetem, hiszen ha maga az Úr nem erőszakos és nem erőlteti, akkor ki vagyok én, hogy erőltessem. De vigyázz, mert a mai nap még a tied, de a holnap már nem tudod, hogy a kié. Én láttam már nagyon sok történetet, nagyon sok ember életet. Nem akarlak ijeszgetni benneteket, de volt olyan eset, amikor az Isten az embert utoljára szólította meg, hogy megtérjen. Nyissátok meg, kérlek, a szívetek ajtaját Jézus Krisztus előtt. Fogadjátok be a szívetekbe az Urat. A legcsodálatosabb nap és a legcsodálatosabb döntés lesz az életetekben. Lehetne énekelni valamit? Istennek szerelme járja át a szíveteket. Istennek tüze. Istennek tüze. Lobogjon. Lángoljon a ti szívetekbe, azt kívánom. Istennek a tüze.
vagy közöttünk, és imádunk, és imádunk. Te itt vagy, a szellemed leszel, és imádunk, és imádunk. Út készítő, csodát cselekvő, szavát megőrző, fény a sötétben, te vagy egyedül, Uram. Út készítő, csodát cselekvő, szavát megőrző, fény a sötétben, te vagy egyedül, Uram. Te itt vagy közöttünk, és imádunk, és imádunk. Fény a sötétben, te vagy egyedül, Uram. Út készítő, csodát cselekvő, szavát megőrző, fény a sötétben. Akkor is, ha nem látom.
sötétben te vagy egyedül, Uram. Útkészítő, csodát cselekvő, szavát megőrző, fény a sötétben te vagy egyedül, Uram. És halljuk meg. Cselekvő, szavát megőrző, fény a sötétben, te vagy egyedül, Uram. Egyedül, Uram. Egyedül, Uram. Egyedül, Uram. Mennyi atyánk, és kérünk téged, hogy a jövő héten csak mi útjainkban megismerjünk téged, kérünk téged azért, hogy a te kegyelmed kövessen minket életünk minden napján. Azzal megírva, az követ minket, és az Úrnak a házában fogunk lakozni örökkön örökké. Imádkozunk azért, Uram, hogy elégíts meg füves legelőkön, csendes vizeken nyugtass minket, és hogy hát kell menni halál árnyékának a völgyén is, tudjunk félelem nélkül rád bizakodni, ha rád vetni az életünk terheit, Uram, vegyél körül, őrizzél meg, a Szent Szellem közössége legyen velünk. Te adjál utakat, te adjál olyan gondolatokat, ami felülről száll alá. Te mutass, Uram, mennyei dolgokat, hogy az odafelvalókkal tudjunk törődni. És Uram, köszönjük azokat, akik ma hallották a te ígédet. Imádkozunk, hogy gyökeres módon gyökerezzen meg a te beszéded az ő szívükben, az ő lelkükben, akik döntést hoztak, meg tudjanak veled benned maradni, a szőlőtőként tudjanak maradni, szőlőveszők tudjanak lenni. Uram, hozzá még embereket ebből a térségből, ebből a városból, vagy a környékünkből, vagy a szomszédságainkból. Uram, te munkáld az emberek szívét, és legyen, Uram, a te jó kegyelmed, jó kedved, áldásod, örömed az életünkön, a jövő hétünk minden napján. Adjál, Uram, munkahelyeket, adjál a betegeknek gyógyulást. Imádkozunk azért, aki beteg és fekszik, hogy meggyógyuljon, mint a Katika, te is gyógyuljál meg az Úr Jézus nevében. Akinek nincs munkája, bevétele, Uram, azt mondod, hogy jól ismered minden szükségünket. Te rendelj, Uram, jövő hétre munkahelyeket, lehetőségeket, forrásokat, olyan forrásokat, amik nem apadnak ki, olyan forrásokat, amiket te nyitsz meg, olyan forrásokat, amik látható, hogy ahhoz nem volt, ott valóban víz fakadjon az Úr Jézus nevében, és köszönjük, Uram, azt, hogy gondviselésed lehet velünk. Imádkozunk azért, hogy az Istennek a szeretete, a Szent Szellem közössége, a Jézus Krisztus kegyelme legyen velünk. Legyünk betakarva, befedve, bevédve, elrejtve a te szárnyaid oltalmában. Érezzük azt, hogy jó vagy, és nem változol, és örökké való a te kegyelmed. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog ember, aki ő benne bízik. Hogy az elosztánok szűkölködnek és éheznek, de lássuk meg, hogy az őt szeretők semmi jót nem nélkülöznek. Uram, munkáld az életünket, és köszönjük a te megtartásodat, kegyelmedet, köszönjük a te beszédeidet a mai napon. És mondjuk együtt, hogy ámen. Ámen. Hát, ha csak így nem, Isten áldjon mindannyiunkat, és jó étvágyat.